Na, srácok, hát folytatjuk táborolt Glory sorozatunkat. Ezúttal a negyedik meccs 15. percébe kapcsolódunk be, ugye a streamelő applikáció leállt, úgyhogy áttértünk most a Twitchre. Ugye a Beam valamiért megszakadt az előbb, és akkor rögtön, ahogy visszakapcsolódtunk, itt a közvetítésben kapunk egy gólt. De hogy tudod oda kijutni a Begovic, hihetetlen bazd, mert na mindegy, szóval egy lengyel srác ellen játszunk, és egy ilyen olcsó aligás csapata van, négy védő. Szép volt a becsúszó, moly. Bakayoko. Now Suarez. Nem tudom. Marco Asensio probing the pass. Great save by a diving goalkeeper. Moi. Ali. Trying to stretch the opposition using the wider area. Faupala. Bakayoko megpattan, de ott marad nála Ali. Makes a challenge here. Bakayoko nem ért el, Gameiro visszateszi Williamsnek. Jó, hát ezzel hagyjuk már. Na, és akkor most cserélünk. Jó. Ezzel megvagyunk. Van még sok idő, úgyhogy még talán ki tudunk egyejteni. Na, szerintem lesz még itt keresni valónk a mérkőzésen. Összeszaladtak a védőink. Kéne tovább, Alexandrini. Jó, ez is még. Mané mehet. Lees volt? Akkor bazd meg, adtad volna inkább meg az előnyszabályt, hogy a futában a szabálytalanságot, te fasz. Kovacic. Kovacic. Rossz bedobása után Ali. Kane. Mané. Jimenez szereli. Williams. Ez jó lehet még Kane. Kane most már egy kis terület előtte. Á, nem, Semedo visszafordult és leszerelte. De Lufeu. Mateo Kovacic. De Lufeu. Ezt gondoltam, ki teszi. Denis Suarez. Szerencsére nem a másik Suarez. Nem tudunk felszabadítani. De jó, jobban nem ért bele a csatár. Lehet, hogy akkor lesz lett volna, de valószínűleg, hogy belepiszkál, akkor Begovic beszívja. Inkább próbálj meg kis passzokkal a középpályán, ne ilyen nyitásokkal, mert... És nem értek el a labdát, viszont ezt Moy végül összeszedi, Alli. Moy. Kane. Alexandrini. Látom, rá van ülve az eredménye, bazd meg, most beáll 10 emberre védekezni. Bakayoko. Még tovább, Kane, rá kell ülni onnan Kane-nel. Nem, kitesszük, Mané! Bazd meg, és mellé! Kane-nel válda onnan a sarokra, hosszúra vagy... Igen, a hosszúra válda Kane-nel a kapuval a szemet 16-ról, mert beveri. Labdaszerzés. Bakayoko. Kane. Visszateszi Bakayoko, és Moynak. És ez nem volt jó passz. Asensio. Virgil van Dijk szépen, vagy Van Dijk szépen szerelt. Van Dijk. Na, Kane ez visszapattan, úgyhogy mert tovább. Alexandrin hátra, Moy. Alexandrin Mané. Alexandrini megtolja, kicsibe vissza. Lőjük már, ott van 1-1 végre, ez az. Szép volt.
Nem így akartuk, de végül így lett jó. Ott van Alexandrini. Egy-egy, még a szünet előtt is került egyenlítenünk. Közben összet szakadt tartom a kanapé. Hopp, Mané, labdaszerzés, emelés, és... Hú, bazd meg, nem ment be. Navas, ez is a miénk, kényszedi össze. Alexandrini tovább. Kén, és Navas védi ezt is. Na nézzük itt a fédő vége előtt. És lefújja a bíró fédőt, úgyhogy 1-1. Még nincs vesze semmi. Magyar-lengyel két jó barát, kijöv ezen a mérkőzéssel. Majd hozzuk le. Allit, hogyha, ha már cserélnek, azt az Allit inkább. És Christiansen áll be. Igen, a dánok is kijutottak a VB-re. Eriksen 3 gólt rúgott, szétverték az északíreket. Köszönöm 4-1-re. Hopp, mekkora passz! Mané! Kimarad. Valahogy a kapus elvetődött. Lehet, hogy emelnünk kellett volna. Aurier összeszi, de kicsúszik a labda az alapvonal, és a oldalvonalon túlra. Deulofeu. Jó a passz, Denis Suarez. Deulofeu. Aha, sarokkal is jó. Na, Aurier csak összeszedi. És mi szabálytának voltunk, bazd meg. Hát két izé jött ránk, és mi voltunk a szabálytának, kérdetlen. Moj, Kovácsics. Szép volt a becsúszó. Mané. Kane van hátul, ez fasza. Christiansen. Jó a passz a Mané-nek. Ú, de én visszaadtam a Christiansennek. Így is jó, nem volt les. Alexandrini. Lucas Vázquez, Camero. Ne vagy így a védőfalból. Ez az, Rose. Jobb is, mert nagyon nagy lyuk volt a védelem beoldalán, és ott már jött egy támadó, be akart indulni ott. Alexandrini. Kane. Elakad a lövés, sajnos. Nem tudtuk megszerezni. Közben szabálytalankodtunk most egy kicsit. Szemédó. Átteszi hosszan, magasan átíveli jobb oldalra. Na, most ki akar passzolgatni minket, hogy helyzetbe kerüljön, kiindítja a jobb szélt? Nem, közére passzol, Gamero. Igen. Éli szépen, hátrafelé fejelve. Próbáld meg fel. Oké, ez most már a milyen kén. Christiansen. Nem. Ilyen hosszú passzokkal itt nem tudunk operálni, mert visszazár a védelme sajnos. Csak ilyen kis, igen, pont úgy lehet csak itt gólt szerezni, hogy ő is, hogy ilyen kis hülye passzokkal megvárja, amíg felérnek a játékosai. Hopp! Ott van! Alexandrini! Megfordítjuk a mérkőzést. Szép volt a kiugratás. Abban a pillanatban, hogy a helyzetbe került, nem próbáltál estartolni, tudod, láttad? Első gólunkat kilőtte? Alexandrini, azt hiszem, igen. Ez Isten, ez a pali. Legjobb befektetésünk volt, meg a moly is. De csak jó informokat vettünk. Alexandrini állítgat, elelövi. Kapus nem tudja kivédeni, Navas ugye kim volt túlságosan. Úgyhogy a 64. percig vártunk, hogy sikerüljön megfojtani, de hát ez a necs még így is nagyon necces. Gerard de la Feuille.
De La Feu, Gaetan, ajjaj. Visszateszi, üres kapu, bazd meg! Á, kamu! Les! Hú! Ebbe elérte az a csávója, aki... Jó, már beszartam, hogy az első támadásban kapunk egy ilyen nyomorúságos gólt, hogy ide-oda pattam meg, izé. Moly. Ideges vagy, testvérem? Hogy így... Csúszogatsz? Na mindegy, álljunk be mi is most a védekezőbe. Ismox kontratakra. Nem akarom, hogy felszakadjon így a védelem, láttad? Azt akarom, mindig legyen hátul védőnk. Szemédó. Jó. Kivágjuk. Ez még jó is Alexandrinek. Megtartjuk. Now Sadio Mane. Okay. The shot's on. Really stretched to make the save. Top class. And it's out for a corner. Hát ez a kénylövés szerintem gólba tartott. They've gone short with the corner. Okay. Virgil nem bírt átvenni a labdát, az volt a baj. Na most kell vigyázni. Utána szólet utáni kontrákat. Tello. Jó. Rose. Nem lesz, mennyi. Nem lesz, mennyi. Azért mondtam, hogy mennyi, hogy hát nem lesz. Igen. Tello. Jó vette át. Megpattan, úgyhogy... Ideig, óráig, igen, csak percekig, de elmutatni a közvetlen veszély a kapunál. Rose szépen. Mané. Nem, nem volt jó. Vissza kellett fordulni és úgy passzolni. Auriesság alapos, úgyhogy óvatosan. Aha. Nem is annak akartunk passzolni, bazd meg, hihetetlen. Mindjárt kapunk egy gólt, bazd meg. Christiansen szépen, hopp, Gamiroba bele. Lőttük a labdát, Christiansen, na, Kane. Hopp, Alexandrini. Hát ezt nem fogja utolérni a Mascherano. Baszki! Nem volt jól lőtt passz. Beadott magasan, szerintem jó volt valami, mert térkezett két játékos is. Na, Lucas Vázquez. Visszafelé kénytelen, mert Rózutól érte. Nico Gaitán, lökjük el a faszomba, most már ott ne. És Bakayoko oda nyúl és szerel. Nem, ez nem lett jó. Ez jó, Mané, vissza. Alexandrini. Ott a harmadik Alexandrini gól. Szép volt. Alexandrini mester hármas. De beverte a létszere, atyajég. Hát ezzel elvileg eldött a mérkőzés. Hosszabbítás utolsó két percen, igazából utolsó két percen hosszabbítás a mérkőzésen, de hát itt már nem lesz semmi. Talán még lőjünk egy gólt. Mané. Aha. Na hát... Extraordinary, exceptional, elegant, excellent. Well, he goes across and grabs the match ball from the ref, a hat trick, and that's to be treasured by any player. Nem volt könnyű mérkőzés, de kicsit idegesítően játszott az ellenfelem, de végül is végére Alexandrini betarálta a lengyel barátunkat. Alexandrini 3 gólra 10-est kapott. Coin.
Hát ja, végére azért két frangyi lövésünk lett. És akkor elvileg a bemaradás megvan. Még három meccset kéne nyerni. Vagy kettőt. Hát végül is a feljutáshoz ugye kettőt. Bajnoki címhez hármat. Egy meccsre betesszük most ezt a Loan Lacazette-et, hát ha tudunk felölni egy 3-4 gólt, és akkor kész lenne a weekly objectives. Aztán meglátjuk, hogy szuper áll, ha esetleg lő egy Mester 3-ast, akkor szerintem most megtartjuk ezt a formációt. Nézzük ellenfelünk csapatát. Guardado, Insigne, Icardi, Gomez, Laoste, Kamba, Hamsik. A védelem az nem rossz. Koulibaly-val, Handanovic. Ez egy sima, sima kácsóás csapat, ugye nem a legjobb. De most speciális játékos sincs. Úgyhogy meglátjuk, elég fura ez a stadion, nem is tudom, hogy hirtelen melyik ez a stadion. Ez nem kezdődött rosszul. Alessandrini adja tovább Lacazette-nek. Lacazette ad egy rossz paszt, visszaszerzi. Ez benne láttam egy pillanatra. Alli lőtte rá, 16-szor, de elkerült a kapu. Jobb felső sarkát ment, hogy attól függ, honnan jobb felső, ugye? Insigne középre passzol, João Mário, Hamsik vissza João Mário-nak. Ki fogja ugratni, gondoltam. Icardi, oké, Moy jött vissza védekezni. Alli, Bakayoko. Na, Lacazette. Alessandrini meghúzza. Aztán hazaadtuk. Alessandrini Lacazette kint ott a jobb szélen. Lukaku szereli. A Lukakunak az öccse az elég jó lett ebben a játékban egyébként. Tavaly nem is tudom, szóval játszott, fogalmam sincs. Igen? Tavaly akkor csicska. Csicska lehetett, mert hogy sose használtuk, meg nem is emlékszem rá. De az Alex azt mondja, hogy Silver volt tavaly még. 74-es. És viszont elég OP lett ebbe a FIFA 18-ba. Fiatalabbik Lukaki. Gyerünk, Alli! Váltsat arra a 4-3-2-1-re, hogy középen legyenek a támadók, ne legyenek ennyire szélen, tudod. Lacazette! Beverte az elsőt. Szép volt. Ne cserélje, senkit nem kell most cserélni, csak szűkíts be a pálya elejét a 4-3-2-1-re szerintem. Aha. Na erre. Arra, ahol három, tudod, van LF, RF és egy határ. 4-3-2-1. Jó, Bakayoko lesz középen. Cseréld meg őket. Sokszor hozd le a Bakayokot is majd a Moy helyére. Na úgy, így lesz fasza. Elvileg. Na, meglátjuk. Na hát Lacazette rögtön beköszön az első mérkőzésre. Úgyhogy még összejött ez a weekly objectives is. Ő egy-két gólt. Quadrado. Icardi kiteszi ide. Hopp. Ez kicsit szabálytalan volt. Ez a sárga lapot azért megérne szerintem. De Icardi nem kap semmit. Mané. Nagyon jó, Alli. Rá kell tud csavarni.
De nagyon, nagyon fos lett volna, ha. Quadrado. Ilyen gyors, mi? Az amúgy nem sokat tud, csak így futkorászni, aztán visszaadni. Nekem verhető ellenfélnek tűnik. Luka, ki elnyom. Hamsik. Gomez, João Mario. Icardi. Ajaj. Egy-egy. Icardi beverte onnan. Pont azon gondolkoztam, hogyha azt mondom, hogy ez verhető ellenfélnek tűnik, akkor nem fogjuk tudni megverni. Erre rögtön kiegyenlít. Nem maradt a belső védőnk. Mindig sok van még hátra. Insigne-ről megy ki a labda, Aurier-re bedobása. Bakayoko vissza, Aurier. Lőtt passz vissza, Moy. Középre Alli. Vagy jó, de Alli visszaszerzi. És Handanovic védi ezt a nagy löketet. Kismegy a labda Lukaku. Manolas. Okosan kipasszolja Hamsiknek, de Lacazette szereli Alexandrini. Lacazette-et kiindítja, Lacazette-et nem lehet utolérni. Lacazette rohadtó pélyebben a játékban. Ha nem kerülne 120 ezerben, akkor mi is megvennénk. De egyelőre 120 ezeret sajnálunk kiadni egy csatára. Ez nagyon kellett, mert nem volt hátul védelem. Insigne robog, bal szélen visszahúzza, beadja, ide jó, hogy jött Pandik. És kifejelte a labdát, mert Icardi már gyakorlatilag ugrott fel, hogy befejelje. Másik gyötörte Bakayokot, úgyhogy már visszaszerzi Alexandrini a labdát. Bakayoko, Alexandrini, Bakayoko, Lacazette, Bakayoko, még tovább Alexandrini. Nem 11-es. Lukaku visszakapja a kényszerítőt, és meglulul. Kifelé tenni szélre, gondoltam. Aztán Virgil jött, és keresztezett már Moy. Alli, nem pattan oda hozzánk, Manolas. Quadrado. Nagy passz, Alexandrini. Ott maradnál, ott? Lacazette, és ez semmi, hát nem tudom. Elég szabálytalan volt. Gomez. Most nem tudom, hogy oda pattant-e, vagy fejeljük el. Pandik. Az utolsó másodpercben mentett. Váltsunk formációt. Jó, akkor meg is hozhatjuk a ként. Mert nem muszáj. Ki? Előtt egy gólt. Lacazette. Nem, most nem megy át egy passzunk se valamiért. Bakayoko. Hamsik ezt is megszerezte. Icardi vissza, Hamsik és Gomez. João Mario. Kis passz középre. Icardi. Jól van, elakadt a labda, becsúszó szerelésbe. Moy. Lacazette. Alexandrini. Jól tolja meg. Aztán egy szöglet jön. Sárga lap miatt ugye nem fogunk tudni kiszorulatot rúgni, de jól van. Hopp, ez bizony 11-es. Próbálnak a Lacazette-t, vagy ne? Ki is állíthatnák ezt a védőt. Annak örülnék a legjobban. Nem tudom. Jó, de akkor te kicsit laposan.
Azaz, ott van! Lacazette második gólja, 2-1-re vezetünk. És erre fel is startolta? De ez most annyira is tartott el, amikor gyakorlatilag másodperceken belül szünet. Ez egy őt tudja. Aha. Akkor 2-1-es vezetéssel megyünk a zöldözőbe. Akkor változtass a csapaton nyugodtan. Rak be a két csatáros izét, formációt, ha az jobb. Aurier. Lacazette jó ez kamba is. Lacazette. Alli. Mané 3-1, de gyorsan jött a gól. Szinte az első támadás góllal fejeztünk be, gyakorlatilag az első támadás góllal fejeztük be. Elfelünk is, hogy lehet lestartolni a játékot, és sikerül is neki. De nem tudom, hogy miért. Utáljuk az ilyen pályákat amúgy, aminek a fele árnyék, és a fele meg ilyen lakító napsütés. Kurva zavaró tud lenni. Lekezett egy jó labdaszerzés. Mané, ellöki Koulibaly. Ezt a Koulibalyt elbírnám viselni a Premier Ligába védőnek. Bailey mellé milyen kemény lenne már, nem? De nem tudom, a csöves olasz ligába nyomja. Uff. Ez meleg pite volt. Lukaku. Hamsik. És még utánunk rúg, bazd meg. Földre. Hamsik az életben is egy ilyen igazi köcsög amúgy. Rühellem, mint a szart. Ilyen favágó. Hopp! Mané úgy vett át, hogy a védő megszívta. És... picit... elbuzisztuk ezt a helyzetet, de én nálunk a labda. Alli. Mané, Lacazette. Pörög, forog. Alexandrini. Nem, ez nem volt jó megoldás. És akkor nézzük, Felipe Anderson indul meg. Icardi. Hopp! Ezt már lefújja a játékvezető. Bakayokola, hopp! Felhozta a Pogbáját, figyeld már. Begovic mekkorát védett. De akkor a Bakayoko helyett is a Moitadlen védőbe. Hogyha Bakayoko annyira sérült. Lacazette. Na és akkor Alexandrini mehet. Aurier. Csatlakozik a támadáshoz. Lepattan az első paszt. Alli, Moy. Nem pattan oda hozzánk, de még ott van, Alli. És ilyen szarul adja be, bazd meg, nem hiszem el. Ketten jöttek üresen, egy középen, egy a hosszún. Főleg, aki középen volt, az volt üresen. Mané. Ráolózta a szöglet után. Hopp, ez. Alexandrini, elbúzizzuk ezt is. Na, Moy, kiteszi Lacazette-nek. Ásta. Aha, érzik el tabét. Az a miénk. Rose, még mindig. Kicsit erősebben adjunk be. Aha, visszaadja. Traoré meg meghúzhatja, de utoléred. Aurier oda piszkált, kicsit így lelassult a támadás. Felipe Anderson. És megpattan a lövés. Van Dijken, úgyhogy... csak szöglet. Jó a kifejezett labda. Hopp, Mané szépen vette át. Mekkora passz, Lacazette! Átemeli, bepattan, ott van, Lacazette harmadik gólja.
Kezd el dönni a mérkőzés. Szöglet utáni kontra, ugye ez a legnagyobb szívás a játékban. Ilyenkor a full védelem kitámad, ugye előre mennek fejelni a védők. Oké, marad az félpályán marad hátul, és ilyenkor ez van. 1-4. Ez jó lesz. És kimaradna Begovic. Önfeláldozóan belevetődött a lövő játékosnak a... Hát a lövésébe. Ali. Lacazette megtolja. Ez nálam akkor szabálytalanság lett volna egyébként. Ráadásul utolsó ember volt be, az megtett gól helyzetben lévő játékos csak adályozott meg. Na mindegy, nem mondok semmit. Majd a 4-1 és 74. percbe járunk. Azért ez innen már lehozható elvileg. Jó, Aurier szépen alip tessék elé, és Bakayoko indult a labdával. Kis passz, Alli. És ki van támadva, látszik, ugye. Mané megtolja. Á, bazd meg, és kapufáról visszafelé pattan, nem pedig befelé. Alli. Lacazette, ez is kapufa. Alexandri meg nem tudja visszaúdni. Nagy helyzetek voltak ezek. Nem volt szerencsén kétszer. Egymás után. Aha, Pogba az összepattan. Átadja még tovább. 2-4, ugye. Szokásos, hogy egyik helyen kimarad, a nagy helyzetek után a másikon lőnek egy gólt. Ez a tipikus FIFA. Prospect of even more goals. 4-2 is the score. Faszom, én nem ment be az a két kapufa, érted? Nagy kamu. Na, Manolas, labdaszerzés. Aha. Alexandrini. Mané! Ez is kimarad, bazd meg. Na, Lukaku. Cipelte, bazd meg egy órát. Hamsik még eléri. Na, Aurier vagy Lukaku, Aurier. Na, ez felpattan, Felipe Anderson. Nem volt jó a fejes, Pogba szedi össze. Moj. Lacazette, ez odapattan, de nem jó, Koulibaly. Alli, labdaszerzés. Ez jó Manénak. Nem volt jó. Beadott labda, de kipattan a kapusról. Mané visszaszerzi. Hopp! Ez 11-es. Lacazette-tel lőjük. Nem tudom. Biztos, hogy megint ugyanoda várja, vagy jobb oldalra, tehát izé... Oda be kell gurítani, nem? Á, ne, ez kimegy, mellé megy. Hoppá, ott van! 5-2, Lacazette 4 gólos, és ezzel azt hiszem meg is van akkor a weekly objectives, hogy lőjünk 5 gólt francia csatára, vagyis támadó játékosra, mert ugye már lőttünk az előző, mert csak valamelyik ilyenjét azzal a bronz csatárral, aki francia szintén. Aha, úgyhogy a mérkőzés után gyorsan megnézzük, hogy mit ad ez a weekly, gondolom 1500-at. Ja, azt nem nyomjuk el, csak megnézzük, hogy mit ad. Majd ezt valami ízébe elnyomod, valami SBC-sbe. Ha. Szerintem úgyis csak lóvé jár érte. Van Dijk. Mekkora passz. Alexandrini mehet. Jó. Ez hátívelt gól. Mané. Bakayoko még tovább, Moj. Még tovább, és Manolas szerel végül. És ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést a játékvezető. Lacazette elég OP. Négyet vert. Aha. Kell csak lóanba van meg nekünk. $559. Hát, jobbak voltunk ezen a mérkőzésen, az ellenfelünknél. Na hát, hamarosan meg lesz a feljutás.
A 1x1 győzelem, és akkor megvan a bajnoki cím is. Nézzük meg az utolsó heti feladatot. A többi már kész van. Two players pack, na ezt majd később kibontjuk. Van itt már jó pár pack. Ilyen napi feladatokból gyűjtögettünk, de hát nem a legjobb pakkok. Úgyhogy folytassuk tovább, ezt a két meccset most már lenyomjuk. Lekezetet akkor ki is vehetjük akár, aztán visszaálltunk a szokásos felállásra, hogy bejön Kane, és akkor két csatára váltunk elő. Kane meg átmegy Kamba. Adunk egy fitit nekik utoljára még. Erre az utolsó két meccs, remélhetőleg utolsó két meccs, és nem futunk bele valami top 1000-es, top 50-es, top 10-es faszba, aki most nyomogatja még itt a div 6-ot. Ez nem megint román? Culuj. Culuj. Nézzük, milyen csapata van. Welbeck, Salah, Coutinho, Herrera, Cazorla. A védelem se valami OP. Kapus az nem rossz. Van neki Rooney, Cahill. Hát meglátjuk. PL csapat itt a hatodik osztályban. Culuj. Gyanúsan román a fickó. Gyorsan játszik. Bailey jól szerelt. Utolsó pillanatban nagyon kellett ez a szerelés egyébként. Rose. Ez jó Mané-nak ez a kiugratás, de ezek szerint lás, és akkor most sartoljuk le gyorsan. És cseréljünk, és álljunk át. Ugye a 4-1, 2-1-2, kettes formációra. Kén lesz támadó középpályásunk szokás szerint. Aztán hagy szóljon. Egy románt már megaláztunk ma. Kíváncsiak, hogy most is. Aha, 14-1-nél lépett kezdtem. Köszi. Bakayoko, Dele Alli. Kinek lehetne adni? Bakayoko, Moy, Kane. Alli, Kane visszakapja. Alexandrini, ez bizony 11-es. Cahill volt az, aki szabálytalankozott a 16-oson belül, ugye. Alexandrinivel szemben, de nem kap semmit, még egy sárgalapot sem. És Alexandrini ezt is beveri. Laposan kapus mozdul is a tudat rám, úgyhogy a 6. percben rögtön vezetünk. Ezt a meszt elfelejtettük lecserélni. De nem baj végül is. Magyarország. Csak nézte, hogy begurul a labda. Hát, nálunk az előny. Hát egyelőre igen. Jó, Rose, hátra kapusnak. Begovic kivág előre. Cahill lefelé Alexandrini, de Kane rögtön visszapasszolná neki, de Baines jobban helyezkedett, úgyhogy Cazorla, Coutinho vissza, Herrera, Cazorla, nem, az Coutinho, Rooney. Hopp, mindig erre a szállára rájöttük, látod, így egyből neki passzol. Ez nagyon jó kiugratás, Kane. Nagy passz, Mané, 2-0. Gyönyörű volt a passz. Üres területbe. Ugye a védő az jött Alexandrinival lefelé. Őt követte. És akkor nem volt más dolgunk, csak bepasszolni az üres területbe, és akkor Mané kilőtte a hosszút. Nézzük. Úgy, igen. 2-0. Rooney eladja. Bakayoko. Mané. Elfogja lökni, gondoltam Matip Manét.
Tudom, akkor minek van 80 fölött a fizikája Manninak, hogyha ilyen... Mindegy. Hát, hogyha ilyen gyenge, bazd meg. Alexandrini. Azt is mindig ellopik amúgy. Jó, persze, törpel minden, de... Ami 78-as fizikája van elvileg. Jó, hát valószínűleg azért nem fáradt ki, de amúgy de nem volt lesz gyerekek. De Welbeck lesz sem volt. Egy keresztlabda Auriének. Középre Bakayoko. Moy. Alexandrini. Mané. Jó volt a lefordulás. Alli meg nem indul. Hopp, Mané! Vissza, és nincs ott senki, vagy hát ott van még Kane. És végül felszedi Cse. Rooney. Aurier. Meg fogja indítani megint a Salah-t. Mindig ezt csinálja, bazd meg a Salah-t indítgatja. Gazorla. Átlátszó volt. Kane, Alexandrini, Mané. Mané középre Kane-nek, vissza Mané-nak. Nem tudtunk visszapasszolni. Kéne egyet, egy lövés teresz rá meg. Mi? Santi Cazorla. Now it's with Wayne Rooney. Coutinho. Hopp. Aure nagyot mentett. Mané megint jól veszi át a labdát, lemarad egy védő. Kane, Mané. Kane. Te megint Mané. Hát bazdnak, és Alexandri lemarad a beadásra, hihetetlen. Moy. Ja. Két emberen is megpattan, én még nem is szög lett. Cahill. Oh, Bakayoko. Hoz nem pattan vissza. Welbeck kiteszi. Coutinho hátra. Baines. Vissza a Coutinho-nak. Ándan ezt próbálja, hogy ezt a két szélsőt indítja, akármelyik oldalon kiindítja a két valamelyik szélsőt. Bakayoko. Mané. Á, de feltartották a Mané-t, bassza meg. Tudom. Alexandrini. Szerelik. Rose. Kane. Aha. Rose. Ez Kane. Na azért, azt hittem már első fújja be, bazd meg. Na, Alexandrini nézzük belőle. Nem, legurítós. És elkerült a kaput a lövés. Baines. Cazorla sarokkal. Herrera még tovább, kicsit csimbe adta, úgyhogy Delali megszerezte a labdát. Bakayoko egy lőtt passz hátra Alexandrini Moyhoz. Mané. Kapufa. Kane, ez is kimarad. Azt hittem beindul az Alexandrini itt a Manéval, amikor a indult be a üres területbe. Rooney megszerzi a labdát, és akkor most nézzük, hogy lesz-e kontra ebből. Oda fogja passzolni. Nem, mert Aurier feltartja. Mané. Aha, oly. Mané, Mané. Alli. Akkor ez tizi. Ja, csak viccelek, szabad. Ez egy tizi és két kiállítás. Kapus is kiállítanám ezért, mert ő mondta neki, hogy szabálytalankodjon. Hopp, lepattan a sorfal, ott marad még Alli. Az ismétlése volt jó. Welbeck. Hopp, majd még ebbe is beleér, ez egy isten a csávó. Ja. Baines. Hát a Jedinek, hogy ki, az biztos fog kapni valami hírókártyát, valamit, nem? Man of the match-et. Azt nem tudom, szerintem nem. Rose. Alexandrini. Nem jó az indítás. Na gyerünk, még egy támadás beleférhette a szünet előtt. Eladjuk. Na, Salah meghúzhatja most, visszafelé cselezget. Bailey gyönyörűen szerelte, tehát húzta el a lábra a labdát. Ezt tanítani lehetett volna.
the player that we're featuring here has done well. He's certainly been an kettő gólos a vezetésünk így a második fél idő elején, úgyhogy Mané, Kane, Mané. Ezt, aha, át akartuk pöccinteni föltől, aha, igen, 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 tudom, mit akartál, jött össze. Nem baj. Na, Kane, labdaszerzés a középpályán, Alexandrini vissza, Alexandrini 3-0. Ott van. Ez Alexandrini, ez nagy cigány, amúgy. Azt hiszem Marseille játszott, de nem vagy benne biztos, átment ugye a Galaxy-be, de kár nem csatár, tudod. Akkor már, akkor egy cigány lenne, bazdmeg. Mané egy jó labdaszerzés. Kane. Alexandrini kap egy újabb talány labdát, és ez most ebben a kapuson cselvédett. Nézzük a szögletet, kis szöglet, majd még egy szöglet. Kis passz, Kane. Rúgass fel magad megint. Azt ez bepattad, de kiről? A Van Dijk lőtte? Nézzük! Nézzük, kinek hírják be. Hát Van Dijk neki van. Hopp! Kéne egy újabb labdaszerzés. Mané! Azt hittem emelsz. Nagy helyzet volt, az is, de ez most kimaradt. Rooney. Olyan, mint hogyha már csak buzizna, nem? Tehát, hogy már nem nagyon játszik. Kane. Alexandrini. Aha, hopp. Rooney itt. És behullik. Mané, újabb gól. Kicsit a közönség ez. Akkor jól. Újra a hazai közönség. Ez hatalmas mentés. Semmi ilyenkor szokott lenni bajnak, hogy az ellenfélhez pattam. Ugye nálunk is hányszor volt már ilyen, nem? Igazi fors játék. Micsoda? Aha. Baines. Moj, Alexandrini, ott az Mané, és Matip, jobban hely, aha. Aurier. Köszi, Rose lesette róla. Nem tudom. Hát, és ez nem volt semmi. A Kajoko. Ez jó, Alexandrini. They've got the ball into a good area. Stem lősz. Coutinho. Rögtön megszerezzük. Kane. Manéhoz. Sarokkal tovább. Alexandrini. Nem jó az indítás. Mané visszaszerzi. Emeljük át. Nem emeljük át. Tehát a szöglet. Oly. Kis passz Kane, 16-oson belül, Mané, vagy Bailey, és mellé, Mané belőtte volna. Hopp. Ez is kimarad. Lehet már vagy 10-0-ban az, mi? Kane. Ez is kimarad, Bailey.
Bének két nagy helyzetes volt most, hogy ebből egyiket sírta be. Na, Alexandrino belpasszák a labdát. Cahill. Márka Zorla. Hogy? Alexandrini. Szabad. Jó. Megpattan Kane lövése. Szerintem is bánt volna. Szöglet, Bailey, most se sikerül neki a gól. Kane, lepattan Salah. Ugye az indítás, de Aurier lefüleli. Cahillnél ott marad, Salah. Ja, régen emlékszem. I'm amazed, Alan, what we've watched, because we couldn't split them when you talked about the teams at the start. Yes. Very similar players, very similar stats going into the game, but it's turned out to be one-sided. Well, it has. I mean, the scoreline would suggest... Enough money. He's away, Sadio Mane. He's through here. Ah, Alexandrini, kihagyja, bazzeg. Kihagyhatatlan. In the end, it didn't fly very close at all. No, he looked a bit embarrassed after that effort. Roma Alessandrini. Aaron Moy. Kane vissza fogja kapni. Kane. Ez is kimarad, bazd meg. Ez meg. Középre ment. De tényleg, annyi helyzetünk maradt ki, bazd meg, hogy három meccset meg lehet vele nyerni. Aurier. Baines. De már kilépett a faszba egyébként. In a career like this, Alan, when the promotion is virtually guaranteed, you've got a few minutes to play, you can pass it around. It would be a catastrophe if they blew it from this position. Na mindegy, pont akkor állt meg a Zák Szandrin. Kéne visszafelé, Bakayoko. Na, Alli, nem jó, be akartja passzolni három emberre. Alex Szandrin is labdaszerzés, és végül cselvédi ezt a hatalmas lövést. Kis van a labda, úgyhogy Aurier visszapasszolja. Herrera visszakapja Cazorlától. Indul a szél? Azt akarta volna intani, csak rajta maradt az emberünk. Mert ugye a védő rajta maradt. Figyelj meg, közben kiindítja. Salah fölé bombázza. Uclui. Szerintem román. Iniesta jött föl. Hát erre meccs nem pazarolnám már az Iniesta-mat. Ott van még egy a végére, Mané. Becsélje az Iniesta, aztán ki akar lépni, tudod. Nagy okosság. Nem lép ki. Dex tartogatja most, hogy húzza az időnket. Ilyenek a románok. Kam-kam román. Jaj, tudtam, hogy restartolja még egy. Annyit tudtam, tudod, hogy most húzza az időt, de tudod, köcsög román. Még egyszer le tudja startolni, vagy ez az utolsó le tudja startolni, vagy még egyszer le tudja szerintes startolni. Büdös román, köcsög. Igazán sportszerű vagy. Startod le még egyszer, kérlek. Nem tudod?
Na, come, cameraman. Come, 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 cameraman. Come, come. Elkezdi a mérkőzést. 3 minutes to be added on. Trying to switch on the attacking power in this situation. Welbeck még ott szerencsétlenkedik. Ja. Iniesta, középre, Herrera, akart egyet lőni, de nem jött össze. Cazorla, ugye faszom tudja ki volt az Baines. És akkor Bailey kivágja, szar voltál román, hogyha ezt még hallod és tudsz magyarra, akkor tudjad, hogy szar voltál. Mané 3 gól megint, Kane 4 assist. Mondom, hogy jobb a Kane-nek a 10-kamba. 548 coin. 26 lövésünk volt neki, 2 bazd meg. Ez kemény. Na és akkor a feljutás megvan, egy kéne, tehát 4 meccsből 1 pont kéne, hogy meglegyen a bajnoki cím itt a 6. osztályban is, ugye? Úgyhogy nyomjunk rá és nézzünk gyorsan egy utolsó ellenfelet. Na nézzük, hogy milyen csapatot kapunk most. Son, Salah, Firmino, Bakayoko, Fernandinho, Dembélé, Smalling, akkor van az a nem tudom milyen Chelsea és Dán védő, Jörgensen, vagy van mi, és nem tudom pontosan a nevét. Danilo, Baines betett, vagy a Blindet betette oda, öcsém, meg valós melyikele. Hát ez egy PL csapat, alap PL csapat. A középpálya az elég jó féle szerintem, az a Bakayoko, Fernandinho és a Dembélé. Tényleg majd a bajnokság végén megnézzük, hogy Dembélé most mennyibe megy. Ezt mindig nem néztem meg. Meglátjuk, hogy hogy játszik vele. A csapat nem olyan rossz, Firmino elég OP ott elől. Nagy passz, Bakayoko. Ott van Mané 1-0 rögtön az első percben, a másodikban. Faupalu vagy Fapaulau vagy, sem tudja, hogy hívják azt a bronz játékost. Milyen mesteri passzodat láttad? De a Bakayokonak jöhet a paszt. Akkor cseréljünk. És akkor bejön Mester Kane. Kane Mester, Mester Kane. Nagy Kane. Kane Mester, ja. Mané, az Mester Mané, Mané Mester. De tényleg most tehetod le te is háromszor, és ne játsszál 90 percig, bazd meg. Firmino. Hajnítani akart, Bailey. Bakayoko egy jó passz, de Manének. Moy. Alexandrini. Sarokka tovább, Moy. Alexandrini visszakapja. Kicsit belaggulunk. De erősebben adná be, tovább nyomd a beadást. Fernandinho. Roberto Firmino. Ugye harmadik csíkig nyomjad. Második és harmadik csík között. Jó, szokott lenni általában. Bakayoko, Moy. Nem jó az a kis pass, Smalling. 81-es most a Smalling, mi? Tavaly meg jó volt a legnagyobb király. De most a Bailey a legnagyobb király. Ja, Mané. Bakayoko. Kipattan, nincs ott senki, bassza meg. Úgy pattan ki, hogy... Fernandinho. Bakayoko. Danilo egy jó pass előre, Salának vissza a Fernandinho-nak. Kágy. Összefutottak a játékosok. Indíts ki ott. Igen. Annyira átlátszó volt, hogy... De tényleg. Mekkora passz, Mané! 2-0, Mané! Nem hibázt fel, ugye volt ideje is, mert a védő nagyon lemaradt. Kapus se igazán jött kifelé, úgyhogy volt idő, hogy... Megnézzük, hova lőjünk. Nagy gólt, és akkor úgy döntöttünk, hogy a hosszúba lőjük ezt a nagy gólt, és...
2-0. Gyorsan lőni kéne még egyet, aztán lépjen ki a srác, mert... De unalmas lesz így ez a mérkőzés is. Mané, látod a védő így... Balra elment, így fél méter, nem tudom, hogy miért. Aha. Firmino hátra Szala. Na. Azt hittem, már nem játszom. Moj. Kén. Alexandrini megtolva. Nagyon jól tolta meg. A védő beszopta, és végül is meg kell véd. Alexandrini nem bírja visszaszerezni a labdát. Bakayoko. Danilo. Szalát lefutja, vagy nem, Szala lefutja a védőnket, Firmino. Hú, de gyenge, azt hittem, hogy visszaadja a Szalának, de nem. Aha, Alexandrini megszerzi. hát akkor adja meg a szabálytalanságot, bazd meg. De amúgy tényleg látod, hogy Alexandrini nem lehetett megállítani se. Kárgya végén nem lőtte be. Bakayoko közül beságul. Nézzük a szögletet. Kigurik magasabbra, fogalmam sincs, kigurott, hopp. Nem tud felszabadítani. Bázd meg, és onnan Bailey. A Bailey ez mindenhonnan már lövi, bázd meg. Az előző meccsen kiadott vagy három helyzetet, vagy négyet. Fejjel, lábbal, minden, hogy most 2 méterről kellett volna berúgnia az üres kapuba, az se jött össze. Bakayoko. Danilo szedi össze a labdát, vissza. Fernandinho vissza Bakayokónak. És lőtt passzol vezet a picit, Salah. Moj, szedte össze a labdát, végül Kane, egy jó passz Alexandrinek. Ez jó lett volna, hogyha beindul jobban az Alexandrin, de most mehet a Mané, ez az. Mané. És így jön gólba az meg. Atyaisten. Szerintem itt ellenfelünk ideg állapotba kerül. Igen. És mondjuk kilép. Hát ilyen, amikor POTM mané van be, az meg, hogy bepattan a védőről a labda. 6262 coin. 8 lövés, elfelünk 0. És akkor 7 győzelem. 7 meccsből ugye így lett meg. Mert ez a divízió 6, 6000 coint ad. Jól néz ki ez a serleg. Na jó, srácok, ennyi lett volna a Road to Glory legújabb része. Ugye befejeztük a 6. osztályt itt a 2. videóban, amit a 6. osztályban forgattunk. Úgyhogy legközelebb visszatérünk majd ezzel a sorozattal, de akkor már a divízió 5-be. És megpróbálunk feljutni a 4. osztályba. Ha tetszett ez a 2 videó, illetve ha tetszett ez a videó, csak ugye az előző videó rész végén nem köszöntünk el, mert ott megszakadt a dolog, akkor dobra egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő Road to Glory videónkról se. Csipi voltam, Alex játszott, szevasztok!